Sziasztok, Kika vagyok, és van egy kis cicám. Úgy találtam, képzeljétek el. A mai vlog egy cicás vlog lesz. Elmesélem nekik, hogy hogy találtam rád. Igazából, hogy mentettem meg. Pont volt a kocsi csomagtartójában egy kosár, meg egy törölköző, és abba utaztál velem Pestig meg vissza, ugye? Vagy hát olyan cuki, nem? Énekelnéd a szép cicát! Büdös macska, mivel etetnek téged? És Cruise-nak hívják, méghozzá azért, mert a kocsinak az aljára volt fölkapaszkodva, és az M7-esen, amikor megálltam tankolni, akkor szóltak, hogy ott egy cica kiugrott a kocsi alól. Úgyhogy, mint Tom Cruise a Mission Impossible-ban, aki mindig minden körülmények között csingaszkodott vagy lógaszkodott, van ezért lett a neve Cruise. Kis túlélő. Aztán lehet, hogy volt vagy 10 darab a kocsi alján, és ez az egyért túl, úgyhogy akkor már Survivor-nek foglak hívni, mint túlélő. Bizony. Integes. Sziasztok! Nagyon sokan meg fognak nézni, fönt leszel a YouTube-on. Pápá! Mi van, nem íz lett a csirkemánfilé? Nem? Állandóan csak a játék. Oda nézzetek. Ó, én egész nap itt lennék, játszanék vele, bőzöm. A lényeg az, hogy Siófokra elindultam Pestre, Fehérváron megálltam egy benzinkúton tankolni, és ott a mögöttem lévő autóból kiszállt egy fasz, és szólt nekem, hogy kiugrott valami kis cica az autóból. De hát mondom neki, én egyedül utazom, nincsen kis cicám. Azt mondja, nem is a kocsiból ugrott ki, hanem hogy a hátsó keréknél volt. És mondom neki, hát én az M7-esen voltam. Nem tudom, hogy maradt meg ez a kis cica a hátsó keréknél. Úgyhogy túlélte, megtaláltam, beleraktam egy kis kosárba, és jött velem szépen a klímás kocsiba Pestig meg vissza. Na maradj már meg egy kicsikét. A videovloggolunk. Úgyhogy most egy hete itt van nálunk, de már megvan a helye, hogy hova fog elmenni. Jó idő van, és itt kinnülünk a teraszon a látásházba, és örül, hogy végre egy kis szabad levegő lehet, és most állandóan menne. Egyfolytában megy és mászik, ezt nézzétek. Cruise. Hát most videózom, Cruise, ne idegesíts. Úgyhogy matrica is lehettél volna, de most itt vagy nálunk, úgyhogy jó sorod van, már van neki kis ágya, meg kajája, piája, imádja a májkrémet. És nagy felfedező. Nem tudom, hogy ez kié lehet, mert igazából az autó az ugye kinnált nekem az utcán. Kinnált az utcán a kocsi, beültem, elindultam Pestnek, és ott volt Cruise. A kis Cruise. Hát Cruise ilyen aranyos, életre való. Kikerül szépen egy családi házba, ahol a kertek mögött is kertek vannak, úgyhogy van felfedezni való terebbőven, mert itt az állatos házban mi nem vagyunk itthon, egész nap dolgozunk, ugye? Úgyhogy estére, mire megjövünk, addigra Cruise meg már vadászna, mert az ösztön az benne van. Most is, ezt nézzétek. Ó, most repült ide egy madár, Cruise már egyből vadászná is le. Jó, mi? Majd nagy cica leszel, akkor elkaphatsz ilyen kis verebeket, vagy nem tudom, egereket és verebeket. Ez a kis cica egyébként vagy pisil, vagy kakil, vagy eszik, vagy alszik. Most már néha elkezd vadászni is. Á, nem akar most megmaradni. Lámpalázos. Ez a cica lámpaláz. Ó, mászol? Ám összekarmolsz nekem. Cica vlog. Vakargatom a kis hasát. Ja, most aludt. Az egyébként nagyon kialudta magát, úgyhogy ilyenkor menne egyfolytában, egerészne vadászna. Cruise itt hagyott egyedül. Kicsába. Egy pillanatban lábára emeli a fehér labdát. Egy-kettő bekázik vele, megállítja, aztán ott fordal küldi hátrafelé Tibornak. Tibor megállítja tüzér a térdén, a közönség nagy izgalommal figyeli már most. Ezeket Ronaldónak kéne hívni. 17 perc hosszon idő szerint, amikor Kocsikhoz került a labdaik, aztán Bozsiké. Bozsik előre vágja Budainak. Budai leveszi, ott vagyunk most az angol térdén közepén. Kocsiké a labda, vissza Budainak. A középhátvéd előre, fel a labdával. Most ez nehéz helyzet. Ott van egy pillanatban, megcsúszál a labda. Majd Mortenzeli, ez gól! Azaz, gyerünk! Puskás! Mellé! Az! Hála van a labda! És... Ne parkoltasd a labdát, passzold le a labdát! Azaz! Elveszem! És micsoda csel, egy csel, még egy csel, felejts el!
jó cica, sejbe s a buddád. Kedves cica, álmos cica, bújj hozzád. Most te! Jó. Sejbes a buddád. Ne hagyd abba! Csumicsám mindenkinek! Ez volt az első macska vlogom. Pápá! Iratkozzatok fel, ha tetszett a kis cica. Lehet, hogy még lesz még ilyen. Sziasztok, Pika vagyok. Na, ne nyújj bele! Ideges. Ez az első cica vlog videóm. Nézd a kamerába. És van egy kis cicám! Miért ilyen a hangom?